a Városháza előtt azt látták, hogy az Újpest feliratnál kb. 100 diák fotózkodik, vagy valami furcsa flashmobot ad elő, és kérdések merültek fel önökben, akkor most megválaszoljuk ezeket a kérdéseket. Ugyanis mindez azért volt, mert az Újpesti Csokonai Vitézmia Általános Iskola és Gimnáziumban jövő héten egy úgynevezett digitális téma hét lesz, és ennek kapcsán, vagy ehhez kapcsolódva történt ez a gigantikus fotózás a Városház előtt. A digitális téma hét fő célja egyébként az a digitális pedagógiai módszertanának népszerűsítése és elterjesztése az egész köznevelésben. A program fontos törekvése a digitális kompetenciafejlesztés, az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is, tehát ezt akarja szélesíteni, és különböző iskolák jelentkezhetnek rá, de majd mindjárt pontosítok Tarné Éder Mariannával, az Újpesti Csokonai Vitézmia Általános Iskola és Gimnázium igazgató helyettesével. Kezét csókolom, köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Na ne is a fotóval kezdjük, hanem kezdjük ezzel a digitális témahéttel. Ugye ez egy országos kiterjedésű program, amelyre iskolák jelentkezhetnek. 2015-16-os évben volt az első ilyen, tehát azért már működik. Az a kérdés, hogy önök hányadszor jelentkeznek erre, és egyetem miért? Miért éri ez meg az iskolára? Ez a negyedik digitális témahét, és mi mind a négy digitális témahéten részt veszünk. A kezdetektől kezdve ott vagyunk, igen. Hát innovatív tantestület vagyunk, nagyon lelkesek a kollégáink, én nagyon szeretem ezt csinálni, ha ilyen csúnya szóval lehet mondani, és akkor belelkesítjük egymást, és részt veszünk ezen a témahéten. Kicsit belezavarodtam az elején a felkonferálásban, hogy mi ez pontosan, hogy ez a digitális kompetenciafejlesztés, ne csak az informatika órán legyen. Igen, tehát az mit a jelent cél. Ez? Magyarra fordítva. Az a cél, hogy a diákok digitális írástudása fejlődjön. A témahét projektgazdája tulajdonképpen az EMMI, és a partner pedig a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, és hát bevonják az iskolákat abba, hogy ezen a témahéten koncentráltan foglalkozzunk sok tanórán, az IKT eszközök használatával, a kódolással esetleg. Aha. De 2019-ben ez amúgy mennyire elterjedt az iskolákban, vagy az önök iskolájában alapvetően, hogy ez a digitális világ már minden órán jelen van, és egyáltalán nem csak az, hogy jelen van, hanem hogy szükségeltetik. Hát remélem, hogy nálunk eléggé elterjedt. Szeretjük ezt csinálni. Vannak számítógépeink, tabletjeink, az elmúlt évek pályázatain jó pár robotot beszereztünk, egy-két olyan eszközt, amit programozásra tudunk használni, mint például a Microbit lapocskákat, és ezt nagy szeretettel használjuk, és használják a gyerekeink legfőképpen. Jó, de mit jelent ez mondjuk egy általános tanórára lebontva? Mondjuk lehet ezt használni például a digitális technikát, vagy kell mondjuk egy történelem órán, egy matematika órán, vagy az iskola hétköznapi életében? Hát igazából erről a szaktanár kollégáim tudnának jókat mesélni. Én magyar tanítok alsó tagozatom. Bocsánat, akkor azzal is kiegészítem, magyar órán. Igen, tehát ott arról tudok mesélni, hogy a kicsik hogyan tudják ezeket az eszközöket használni. Most például a digitális témahéten kívül is egy betűbolygó című projektben használnak az első osztályosok robotot, egy padló robotot, amit úgy hívnak, hogy Bluebot, a hátán lehet programozni, különböző irányokat lehet beállítani, és most például arra használják, hogy betűket olvastatnak össze a robottal, tehát az olvasás tanítás során lehet ezt remekül használni. De ezért ennél vannak kézzelfekvőbb eszközök, tehát én speciál nem gondoltam, hogy egy robottal válaszol, hanem mondjuk ilyesmik, hogy egyetlen laptop, az okostábla, a telefon, a tablet, ilyesmik, tehát ezek mennyire folynak bele az oktatásba, mennyire kell, hogy belefolyjanak? Hát mondjuk, ha a kollégáim egy történelmi projektet visznek végig, akkor ott a tableteken használhatnak olyan alkalmazásokat, például
például a Google-nek különböző 3D-s alkalmazásait, vagy csak a Street View-t különböző történelmi helyszínek bemutatására például. Tehát igen, így, nem kell elutazni. Igen, így kell látjuk. Ezt elképzelni, hogy nem kell elutazni, hanem digitális és eszközökön. Sok szegmense van nyilván más kategóriákban is. De ugye mindig ilyen betűkkel jellemezzük a generációkat, és akkor eljutunk a digitális analfabétáktól a digitális benszülöttekig, és mondjuk ez az a generáció, amely mondjuk önökhöz jár már általános iskolába és gimnáziumba, ők már valószínűleg digitális benszülöttek, bár azért én már hallottam olyan véleményt is, hogy ez a digitális benszülöttség nagyon sokszor inkább ilyen játékokra, meg ilyesmikre korlátozódik, és nem feltétlenül az úgynevezett hasznos tudásra. Csak mi a tapasztalat erről általánosságban? Digitális benszülöttek-e az odajáró gyerekek? Én nem nagyon szeretem ezt a kategorizálást, de nyilván a kategorizálásnak van valamilyen szerepe, hogy mégiscsak beazonosítani tudjunk dolgokat. Egy biztos, sajnos ez már közhelynek számít, de mégis biztos, hogy a fiatal generáció remekül használja az eszközt. Tehát tényleg mindent nagyon gyorsan megtanul rajta, de arra, amire valóban jó lenne és amire való, mondjuk arra, hogy az ő saját tanulását megsegítse egy-egy ilyen eszköz, arra nem tudják jól használni. Nem biztos, hogy ismerik azokat az appokat, amikkel ez jól működik. Ellenben a kollégák, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy ezt megtanulják, átgondolják, hogy hogyan tudják a saját tanítási gyakorlatukban használni, azok sokkal hamarabb előrébb jutnak, és remek dolgokat tudnak a diákjaiknak kínálni. Jó, de pont mivel ők fogékonyak rá, nem? Tehát akkor, igen, ha meg tud tanulni mást is ezen könnyen, akkor nyilvánvalóan olyat is, ami mondjuk hasznos. És hát ez, igen, azért olyan, hogyha valamilyen gyereket érdekel a matematika, ahhoz azért kell, hogy a tanár segítse, hogy a matematika rejtelmeiben elmélyedjen. Ugyanez a digitális technikában, igen, is, nem? Tehát, hogy, és például gondolom egy ilyen digitális témahét, ez ippeg ebben adhat egy lökés, nem? Igen, a digitális, ezek a témahetek arra valók, hogy koncentráltan foglalkozzunk avval a témával, ami van a fenntarthatósági témahét, a pénzhét, a digitális témahét a harmadik ebben a sorban. Tehát, hogy ott koncentráltan foglalkozzunk ezekkel a témákkal. Tehát ott koncentráltan használjunk digitális eszközöket, ott több időnk van arra, hogy a tananyag kapcsán vagy a tananyag mellett vonjuk be a diákokat ezeknek a használatára. Jó, mielőtt konkrétan beszélünk arról, hogy mi lesz ezen a témahéten, beszélünk erről a fotózásról, vagy erről a flashmobról, mert ezt egyébként meg is tudjuk mutatni, ezt a Városház előtti Újpest feliratnál történő fotózást, mert mi is ott voltunk, de hogy ez miért volt, mi volt ez a nagy happening? Az a szerencse, hogy a kollégáim is és a diákjaink is lelkesíthetők pályázatokra. Különösen azért, mert hogy az utóbbi években, hogyha elindultunk pályázatokon, akkor sokszor nyertünk valamit. Például így van az iskolának LEGO EV3 robotja, azt egy kódheti lelkes csapatmunkával nyertük. És most a digitális témahét előtt egy flashmob pályázatot hirdetett a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, mégpedig a DTH, tehát a DAT és a H betűk, igen, megformálására, és hát azért flashmobot, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük ennek az eseménynek a hírét. És hétfő reggel először a vezetői stáb, aztán utána a bevont kollégák lelkesen ötletelték, hogy hogyan lehetne ezt minél szélesebb körben megvalósítani. Azért egy kicsit maradtunk helyben is, tehát hogy a lokál patriotizmus is megjelenjen. Az iskola udvarán, az iskola előtt készítettünk el két betűt, és a harmadik betűt pedig úgy szerveztük meg, hogy Újpest városközpontban, a Városháza előtt az Újpest feliratot felhasználva formáltuk meg a T betűt. Hát a 9. évfolyamos diákokat mozgosítottuk a T betű megformálására, és még csatlakoztak hozzájuk a többi gimnazista évfolyamról csatlakoztak még gyerekek. A D és a H betűt pedig felsőtagozatos és alsótagozatos diákok formálták.
Ami nagyon fontos, hogy most ünnepli iskolánk a 30 éves évfordulóját. Tehát ez amúgy is egy jelentős egy amúgy, év az igen, iskola. Igen, és ezért vizuális kultúra tantárgy keretében a kollégám kitalálta, hogy gyönyörű 30-as feliratokat készítettek a gyerekek, és amikor a betűket formázzuk, akkor ezeket a feliratokat tartják a fejük fölé, és így mind a két esemény, tehát a két esemény találkozott egymással. És körülbelül 100 diák kint volt az Újpest feliratnál? A feliratnál körülbelül annyian voltak. Akkor igen. Elég gyorsan mozgósíthatóak a diákok, hogyha ezt hétfőn találták ki. És igen, akkor tőlem, igen, gyorsan mozgósíthatók, így van, minden ilyesmiben benne vannak. Úgyhogy nagyon... Én egy kicsit sajnáltam is őket, mikor ott persze próbálni kell, hogy hogy néz ki a T-betű, és akkor kicsit kell őket terelgetni, hogy most ide állj, ezt csináld, így csináld. Egy picit sajnáltam őket, de nagyon lelkesek voltak, és egyáltalán nem volt ebből problémájuk. Mi lesz ezen a digitális témahéten? A digitális témahét keretén belül több kisebb projekt megvalósul. A felső tagozaton, alsó tagozaton a kollégák 3-5 órás projekteket készítenek, majd ennek a tudósítása az a honlapon lesz elérhető, tehát a digitális témahét után megtekinthetők ezek a... Digitálisan. Igen, digitálisan ezek a projektek. Viszont lesz egy nagy iskolai témánk is, kapcsolódunk a fenntarthatósági témahéthez. Nem szeretném most ezt így teljesen elárulni. A fenntarthatósági témahéten újra hasznosítható anyagokból a diákok mindenféle jót készítettek, és akkor ezeket fogjuk kidíszíteni, kicsit felturbozni majd a digitális témahéten különböző eszközök segítségével, programok segítségével. Igen, ez egyébként a korunk legjelentősebb kérdései, nem? A digitalizálódás, meg a fenntarthatóság körülbelül. Igen, így van. Tehát, így hogy van. Így összeköti, akkor ez a diákok fejében is ezt, a, igen, ezt, igen. ezt az egész. Szóval ez azt jelenti, hogy hét, hogy kilépnek a tantermi keretek közül, vagy a hagyományos tantermi keretek közül, és egy kicsit másfelé viszik az ilyen az oktatási irányokat, tehát ez picit egy ilyen alternatív oktatási hét lesz, meg gondolom ugyanúgy igen. az oktatás van középpontban, igen. csak máshogy, és különböző ehhez kapcsolódó témákat tárgyalva? Igen. Nem teljes iskolai keretben működik ez, ezt nem úgy kell elképzelni, hanem lesznek hagyományos tanórák, de nagyon sok gyerek és nagyon sok tanár vonódik be ezen a héten. Hányadikosok? Hát egészen első osztálytól 12. osztályig, igen. Attól függ, hogy éppen melyik kollega az, aki felvállalta, hogy gyerekekkel dolgozik ezen a héten, különleges dolgokat készítenek. Ha ezt már egyszerre csinálják meg, mik a tapasztalataik? Mennyire fogta meg a gyerekeket ez, utána kell erről bármi számot adniuk, már nem úgy értem, hogy mondjuk felelés keretében, hanem úgy, hogy egyáltalán ez a tudás, ez letapadta náluk, amit kaptak ezen a héten. Hát közvéleménykutatást szoktunk végezni, az első két digitális téma héten még nem, ott még mi is eléggé gyerekcipőben jártunk, de tavaly nagy hírverést csináltunk a téma heteinknek egy honlapunkról elérhető külön felületen, és készítettünk közvéleménykutatást, és szeretik a gyerekek, és várják, hogy ezek a témahetek újra előkerüljenek, és hogy ott másképp tanulhassanak. Ez a tanároknak is izgalmas? Mert a gyerekeknek persze az is izgalmas, hogy nem feltétlenül kell minden órán ott ülni, hanem kicsit máshogy kapják a tudást, de a tanároknak is? Izgalmas nekik, egy kicsit több felkészülést igényel, mint egyébként a tanároknak ez melló azért. Igen, hagyományos tanórát megtartani, de szeretnek csapatban dolgozni, a felnőttek is, és az mindig előbbre viszi a dolgokat. Ez nem az ön kompetenciája, de lehet tudni, ez a digitális téma hét milyen mértékben hálózza be az országot, tehát körülbelül nagy mértékben, nagy mértékben behálózza, hogyha a honlapját megnézik az érdeklődők, akkor ott van egy térkép, ahol az iskoláknak a kis jelölői megtalálhatók, és hát eléggé sűrű
ez a térkép, úgyhogy behálózza az egész országot a digitális témahét. Mostanában azt szokták mondani, hogy az lenne a jó, hogyha nem lenne szükség digitális témahétre, hanem szeptember 1-től június 15-ig így mehetnének de a dolgok. Igen, nem? Igen. Én ennek a híve vagyok, úgyhogy... Csak nyilván ez nagyon sok mindentől függ. Persze, persze. Hát egy nagyon-nagyon sok szervezési feladatot igényel, a komfortzónából való kilépést igényli. Úgyhogy... Igen. De azért az oktatásra sok esetben ráférne a komfortzónából való kilépés. Igen, így gondolom, ebben egyetértek. Hogy ne ez legyen a végszónk, ha már ennyit beszéltünk erről a flashmobról, ennek a teljes végterméket ezt valahogy meg lehet tekinteni? Vagy már meg lehet ezt tekinteni? Még nem. De a... Még a képeket nem tehetjük nyilvánossá, mert a pályázat keretében fogják megosztani és elbírálni a legjobban sikerült alkotásokat, de amikor majd lehetséges, akkor nekünk lesz egy interaktív képünk, egy bizonyos alkalmazással készítve, ahol, hogyha a fotóra különböző helyekre ráklikkelnek az érdeklődők, akkor megnyílnak ezek az események, amik körülvették ezt a flashmobot. És tehát ez a szülők is meg tudják szülők is mindenki, nézni, ez majd a honlapunkról lesz elérhető, az szóval iskola honlapjáról. Szóval ez látható. Hogyha ez jól szerepel ez a flashmob, akkor mit nyernek? Ha jól szerepel a flashmob, akkor az Artex Studio robotfoglalkozásokat tart majd az iskolában, és huha, a másik... De ez most, szóval igen, ez... tehát az Artex Studio, nagyon várjuk az Artex Studiót, hogy tehát ezért szeretnénk nyerni, hogy a robotjaikat megnézhessük, és hogy a foglalkozásokon részt vehessünk. Hát mi drukkolunk, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen a beszélgetést.